Édességjáték, sapka, színező, kisautó. Még készülnek a cipős dobozok, de már szállítják is azokat a rászoruló gyerekeknek. A szeretett vár baptista gyülekezet imaházában járunk, de ez most inkább egy raktárhoz hasonlít. Ide hozzák ugyanis a gyűjtőpontokon, a cégeknél és a baptista fenntartású intézményekben összegyűlt ajándékokat. Idén összesen 1200 cipős dobozt készítenek itt. Sok érkezik Pécsről, a gyűjtőhelyekről, legtöbb onnan. Tehát így a Széchenyi gimnázium sokat, most várunk a Cserepka iskolából és gimnáziumból, a Uránvárosi DMS-ek, ők nagyon lelkesen, az AB Egontól, Haunitól, akik így hirtelen, de még több helyről jön ilyen. Ja, a Frey Café, ők nagyon lelkesen vesznek részt mindig a gyűjtésbe, tehát az egy ilyen gyűjtőpont, és akkor mindig felhívnak minket, hogy mehetünk, vagy van, aki ide tudja szállítani. Darányi, tehát a nagyon szegény körzetekbe, itt például a Darányba, 8 óvodába készítettük így elő a csomagokat, Sejére az iskolába, illetve a családsegítőnek. Ezek mellé ruhaadomány is kerül, Patapoklosi önkormányzatnak, Cserdi községnek, most fogjuk készíteni a csomagokat, Oldra, ezek mind név szerint készülnek, Újvárfalva, Marócsa, Bázsnok, most így hirtelen, ami, és Lengyel, ott szintén ilyen családsegítőn, tehát mindig van közvetlen kapcsolatunk vagy óvónőkkel, vagy családsegítőkkel, hogy egy kicsit tudjuk kontrollálni, hogy hova kerül és hogyan. A Pécsi Széchenyi István gimnázium fenntartója 2012 óta a baptista szeretett szolgálat. Az intézmény azóta aktívan részt vesz a cipős doboz akcióban. A tanulók hetek óta gyűjtötték az ajándékokat. Én egy-két hónapja hallottam erről az egész cipős doboz akcióról, és akkor avattak be, hogy mi lenne, hogyha elmennék segíteni, akár hozni bele cuccokat, vagy elvinni kocsival az ajándékokat. És én direkt jelentkeztem, hogy én el szeretném vinni az ajándékokat a gyerekeknek, mert én szeretem azt látni, hogy odaadjuk nekik az ajándékokat, és látni az arcukon azt a boldogságot, amikor átadjuk. És igazából az egész miatt jelentkeztem, hogy tudjak adni nekik az egész érzés miatt. Igazából próbáltam minél úgy összeállítani, hogy legyen a picit nagyobb gyerekeknek, fiúknak, lányoknak, kisebbeknek is, hogy tudjanak válogatni, és hogy mi is tudjunk válogatni, hogy ne csak egy kaptafára menjen minden, és picit változatosabbat belerakni. Leginkább én ruhákat hoztam, de vannak benne játékok, meg mindenféle, amit egy gyerek élvezhetne a karácsonykor, szóval nagyon sok mindent hoztunk nekik. Idén összesen 294 cipős dobozt készítettek az iskola tanulói és pedagógusai. A szeretett várral együtt kaptunk lehetőségeket, hogy hova szeretnénk készíteni ilyen csomagokat, és a Varga Damján úti óvodának készítettünk, a Harkányi általános iskolának, illetve a Siklós Nagyfalusi általános iskolának készítettünk névre szóló csomagokat. Próbáltunk egységes csomagokat készíteni, amiben ruhaneműt tettünk, édességeket, játékokat, könyveket, társasjátékokat. A Harkányi általános iskolában idősebb diákok is vannak, őnekik próbáltunk parfümöket, tusfürdőket, ilyen érdekes lányoknak karkötőket, ékszereket gyűjteni, és olyan dolgokat, aminek örülhetnek. Kimondottan rászorul a hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, tehát őnekik készítettük a csomagjainkat. És a Varga Damján úti óvodának, vagyis hát az óvoda vezetője megkért minket, hogy több olyan család is van, akik leginkább hátrányos helyzetűek, őnekik pedig családi csomagokat készítettünk, tartós élelmiszerekből, ilyen extra élelmiszerekből, tehát mogyorókrémet, szaloncukrot tettünk nekik, vagy ananászkonzervet, tehát olyan dolgokat, amit úgy gondoljuk, hogy karácsonykor kicsit föl tudjuk dobni az ő karácsonyukat. Kedden az elkészült csomagok egy részét a diákok és a pedagógusok személyesen vitték el a Siklós Nagyfalui Általános Iskolába, ahol már nagyon várták a gyerekek az ajándékokat.